Tovább szimol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. A Schiller Autó család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Autó család. Autók szeretettel. Na, jó reggelt kívánunk! Folytatódik a Millás reggeli a 90.9 Jazzy Rádion Ács Gáborral. És Mihálovics András is utolsó órájába lépett. Meg a hallgatók 0-30-20-10-9-0-9. Meg voltam győződve róla, hogy Maci latin neve Narcisticus Maximus, írja a hallgató. Szerintem ez az Endre, volt. Nem? Már foglalt igen. Volt. Aztán fejhallgató nélkül meg sem ismerlek benneteket, ez meg azért van, mert hogy bekapcsolva maradt a kamera, még mi itt beszélgettünk, még jó, hogy csak beszélgettünk, és nem azt csináltuk, amit szoktunk. De egyből lebuktunk egyébként, lebuktunk, mert pont a műsor elején kérdezte egy hallgató, hogy ha mi így ütjük egymást adásban, akkor vajon mit művelünk adáson kívül, és akkor azt mondtad, hogy szóba se állunk, és meg sem szólalunk, úgyhogy aki most nézte a Millás TV-t, és a hírek alatt is fölmaradtak a kamerák, és ment a közvetítés, és az látta, hogy beszélgettünk nem csak egymással, hanem másokkal is, úgyhogy igen. A társalgást azt már nem tudjuk letagadni. Legalább beszélünk. Na, jöjjön, aminek jönnie kell, mert a szektatagok itt dörömbölnek az ajtón. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fafados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. A rovat szakmai partnere az okosutas.hu. Bízd magadban, utazz okosan! Figyelj, most akkor falazzunk egy menetrendet, hogy hagyjunk időt kérdésekre, és ezt vagy kezdjünk a kérdéseknek, kell kezd csinálnak utána, mert hogy vannak hírek is. Én jó. Meg akarom kérdezni, hogy mit keres a Wizz Air Szaúd-Arábiában. Te vagy a főnök. Jó, akkor két gyors bemelegíti kérdés, hogy igen. Kedvet kapjanak a hallgatók. Október vége felé Marrakesbe mennék, lehetőség szerint nem 8-10 órás úttal a várakozások miatt. Van-e ötlet? Van. Igen. Nagyon nehéz lett, és egyébként ezt én sem értem, hogy Marokkó miért nem ment ennyire. Volt Budapestről járat, megszűnt mindkettő, de hogy Bécsből is vissza veszegették, és ha jól rémlik a Wizz Air ottani csökkentésének azt, hogy visszafogta a járatszámot, és nagyjából a felére csökkentette, ez is áldovatul esett, és amikor utoljára néztem, akkor Fapadossal, olcsón, közvetlenül egy Bécs, talán nem, pont nem Marrakesh, de egy valamelyik másik város megmaradt szerintem. De akkor nem túl tág a lehetőség. De talán Agadir, de most nem vagyok benne biztos. Nagyon nehéz, tehát abszolút jó a kérdés, és nagyon sok helyről van olcsó járat, de csak átszállásos megoldások vannak. Tehát valahogy innen a közvetlen járatok Bécsből is megritkultak, Pestről meg teljesen eltűntek, pedig volt Budapest, Marrakesh, Ryanair is, aztán megszűnt, és nem indult újra, úgyhogy nehéz, nehéz, igen. Nincs más, de hát Bécsből szerintem lehet közvetlenül, de akkor meg ott az országon belül kell egy jó sokat vonatozni, az se jó, mert annak azért kényelmesebb, hogyha Marrakeshbe megyünk. Szerintem, hogyha átszállunk, és, de tényleg sajnos nincs jobb megoldás. Aztán másik kérdés, szeretném megkérdezni, tudsz-e olyan utat ajánlani szeptembertől novemberig, ami péntek esti indulás, vasárnap esti visszaérkezéses? Preferencia V6 Wizz Air. Aha, gondolom, akkor pontokat kell elkölteni, vagy valami. Illetve hasonló. Te mennyit fizetné egy Air Baltic és egy LOT járatért? Bécsből viszonylag jó áron elérhető a Baltikum napi egy-két járattal. Budapest-Varsó szívesen repülném LOT-tal, de nem valami jó az árfekvés. Nagyon drága a LOT, egész egyszerűen. Nekem többször is szóba került. Néztem Amerikába is, néztem Európába is. Hát a Baltikum az egy szomorú történet, hogy a Ryanair bezárja. Ha valaki
még el tud menni októberben, akkor szerintem érdemes a megszűnés előtt kihasználni, hogy van olcsó járat és olcsó jegy Rigába is és Kaunasba is, tehát Lettországba és Litvániába is. Utána az Air Balticnak volt, szoktak lenni 50 eurós jegyei, 50-60 eurós, csak hát ugye ezek a forint gyengülésével azért kicsit drágábbak már, mint mondjuk két évvel ezelőtt, amikor szintén velük lehetett Rigába menni. Az Air Baltic mindig ügyelt arra, hogy legyen egy ilyen kicsi, olcsó jegyes vonal is, közben azért átalakították a flottájukat, kisebb gépekkel repülnek, mint korábban, és kicsit emeltek az áraikon is, de nincs más. Tehát azért remélem, hogy ez a 60-70 eurós, ez meg fog maradni náluk. Na hát ezek akkor a bemelegítő kérdések, lehet csatlakozni az előttetek szólóz 0-30-20-10-9-09, és akkor fejtsd meg nekem, hogy mit keres a Wizz Air Szaúd-Arábiában, bár mert egy hallgató ezt is megfejtette, hogy... Fizetnek nekik. Mit keres a Wizz Szaúdiban? Hát a többségi tulaja UAE, nem? Nem, ennek nincs ehhez. Egyesült Alapemirátus rövidítés. Ennek nincs ehhez köze. A Wizz Airnek van egy leányvállalata az Emirátusban, egészen konkrétan Abu Dhabiban, ahol a Wizz Air maga kisebbségi tulajdonos, hiszem itt ott is 49-51 van, mint nálunk a Voda esetében, hogy az állam marad kisebbségben, és az állam által jól tolt magáncég veszi meg az 51%-ot. Ott a Wizz Air, ott az állam van, illetve az állam, egy állami alap 51%-os, mármint a Wizz Air Abu Dhabiban, és a maga a Wizz Air 49%-os. Ott ugye elég komoly botrány lett abból, hogy a moszkvai járatot újra indították, és hát úgy tűnik, hogy akkora volt a tiltakozás, illetve a felháborodás, hogy úgy ítélték meg, hogy a brand már sérül annyit, hogy nem érdemes ezt erőltetni, úgyhogy mégsem indul újra. Azt mondták, hogy mi közünk hozzá, tehát ez egy emirátusbeli cég, onnan a öbből menti légitársaság amúgy is repülnek, Moszkvában nincs ott semmi korlátozás, miért ne repülhetne ez is. Na de azért ez pont ugyanolyan színű és festésű gépeken, mint egy nagy uniós légitársaság. Nagyon sok negatív visszhang, nagyon komoly negatív visszhangja volt. Úgyhogy ez a Wizz Air Abu Dhabi sztori. Viszont az, hogy Szaúd-Arábiába elkezd egy csomó helyről repülni a Wizz Air, és Budapestről is, és európai gépekkel, tehát magyar lajstromú gépekkel, nem a Wizz Air Abu Dhabi gépeivel. Az egy külön történet. Szaúd-Arábia néhány éve nyitotta a turisták felé, teljesen zár volt az ország, alig lehetett bejutni. Ráfeküdtek a turistákra. Nekem kifejezetten emlékezetes, hogy amikor voltam a világkiállításon, a dubai világkiállításon, ami önmagában egy óriási élmény volt, a szaúdiaknak volt a legnagyobb pavilonjuk. Iszonyat nagy. Nagyon ráfeküdtek. Ott is látszott, hogy abszolút várják a turistákat, és meg akarják magukat mutatni. Hát ott azért a politikai rendszer, meg annak a túlkapásai, botrányai miatt, illetve hát azért ott az emberi jogok, nőjogok, stb. Lehetne sorolni, hogy mennyire negatív megítélése van az országnak, és nagyon nagy összegeket költenek arra, hogy ezt enyhítsék, és a turistákat odavonzzák, és megmutassák magukat. Óriási fejlesztések vannak egyébként az országban, és most nem arról beszélek, hogy már korábban megvolt, tehát szuper gyors vonatuk van egyébként a Mekka és... Hát önálluk egy ilyen deklarált tendencia ez, tehát igen. Elmondták, hogy ők arra a korra készülnek, amikor elfogy az olaj, és azokat a dolgokat építik fel a most még meglévő olajbevételekből, amivel utána meg tud élni az ország ugyanazon a színvonalon, mint amilyen színvonalon most, és ezért építenek ilyen sose látott magasságú felhőkarcolókat, nyomják a turizmust nagyon erősen. Igen. És ezek szerint ez a Super Express is, ez, tehát hogy ők úgy pozícionálják magukat, hogy ők lesznek a jövő ország, a jövő városai. Igen, és elképesztő összegeket költenek most erre, és akkor ennek a részeként van egy légi forgalom támogató programjuk, hát akkor fordítsuk le, magyarra fizetnek a légitársaságoknak. Piaci alapon nyilván nem működne az, hogy tehát nem is egyszerre három szaudi útvonalat jelentett be a Wizz Air. Tehát mindkét oldalra, mindkét tengerpartra, tehát a Vörös-tengerhez is, illetve az öböl felé is, ahol van egy kis tengerparti része Szaúd-Arábiának, mind a két részre repül majd
mikortól? Januártól, illetve áprilistól Budapestről, de még egy csomó más városba is. Tehát itt van Dammam, ugye az Öböl mentén, Zsidda a Vöröstenger oldalán, plusz a főváros is, ahova el lehet jutni, az így benn van középen, a turista szemmel talán kevésbé látványos, a tengerpartokra építenek ők is. Elsősorban meg, hát a kiváló időre, hát ugye, hogyha azt nézem, hogy Dammam nincs messze Dubajtól, és az időjárás hasonló, Dubaj milyen elképesztő módon fölépítette magát a turizmusra is, egyébként egy kicsit ezt irigyelték el, vagy próbálják átvenni ők is. Úgyhogy fizetnek, indulnak a járatok, heti 20 ezer forint környékétől árazzák most, aztán majd nyilván lesz még alacsonyabb is, hogyha ennyiért nem fogy. Úgyhogy egy érdekes célpont lehet. Ennyit tudunk Szaúd-Arábiáról. Mondjuk nyilván meglepő és egy elsőre értetetlen, hogy hirtelen három járat, három város, három különböző mikor célállomás. Mikor kézefekvőbb célpontokra sem. Hát mikor Franciaországba kettőt igen. bír bevállalni, Németországba kettőt repül, Szaúdi hármat. Fura. Hát az egyiken piaci alapon verseny, ez a másikon meg nem annyira piaci alapon. Nekik teljesen mindegy, hogy azok üresek lesznek esetleg? Vagy szerinted hát, van-e ez sikerre van ítélve ez a járat? Hát, szerintem biztos, hogy hideg novemberi, októberi hónapokban biztos sokan mennek oda napozni. Kétségkívül pörög a biznisz is Szaúd-Arábiába, tehát nagyon sokan látom így ismerőseim közül is, hogy üzleti útra is sokan mennek ki. Azt adóoptimalizálási céllal is van ott keresni való, majd Magyar Csabával ezt egyszer megbeszéljük. Szerintem a heti kettőben ezeket meg tudják tölteni. A nyaroljáratként, hogyha ráépül a vízum, tehát én még most azt láttam tegnap, hogy nagyon drága a vízum. És azon lehet, hogy csökkenteniük kéne, tehát ha mondjuk a repjegyet jócskán meghaladó összegbe kerül a vízum, tehát ha mondjuk a 100 euró fölötti összeg, aztán lehet, hogy már módosítanak, vagy módosítottak rajta, a Magyar Konzuli Szolgálat oldalát néztem csak, akkor ez mondjuk elveheti a kedvét az utazóknak, de ezen meg lehet, hogy változtatnak. Erre is minden esetre érdemes figyelni, meg hát olyan apróságokra érdemes figyelni, olyan részletszabályokra, hogyha megszoktuk, hogy Európán belül csak úgy libbentjük a szemét és utazgatunk, hogy 6 hónap hátra levő idő az útlevélből, különben nem engednek be, tehát 6 hónap. Vagy, ha véletlenül jártál korábban Izraelben, van izraeli pecséted, akkor úgy penderintenek ki, és szintén be sem engednek az országba. Ezek kimondottan... Ez vice versa igaz, mert én hallottam olyat, amikor igaz. Meg Izraelben az arab országos pecsétre rángtak be a határon. Izrael egyébként, én azt nem értettem soha, hogy kifelé miért sokkal szigorúbb az ellenőrzés, meg komplex hivatássá fajul, mint befelé. Tehát nekem volt, hogy 5 percen belül tudod, mi volt a gyanús? Hogy a harmadik nevem Attila. Ezen pörök. De 5 percig ezzel szivattak és pörögtek, hogy ez. De miért, mi bajuk volt ezzel? Fogalmam sincs. Hogy ez valami török vonal, és hozom a családot, és telepítek. Nem tudom kiket. Szóval, vagy te vagy a hun leszármazottja, és fosztogatni jöttél? Nem tudom. Szóval az teljesen érthetetlen. Na, minden esetre ők annyira, mint tudjuk, nem szeretik egymást. És ezekre az apróságokra nagyon fontos odafigyeljünk, hogyha abban a régióban utazunk. Mert kellemetlen meglepetések érhetnek. Na, mi van még? Az már megint csak engem érdekel, ez az újabb forduló. Most ugye fogyasztóvédelmi elmarasztalások voltak, igen. Amiből nyilatkozatháború pattant ki megint, de ugye elérték a Wizzert is ezek a fogyasztói. Igen, itt két újdonság is volt. Egyrészt a Ryanair kiadott egy hivatalosan is bejelentette, hogy megtámadja is a végsőkig, az uniós bíróságig elmegy a magyar bírsága ügyében. Ő továbbra is azt írja, hogy neki az ügyeszabályzata alap szerint joga van áthárítani, illetve joga van fölkínálni a lehetőséget a utasnak, hogy hát itt bejött egy új kormányzati sarc, ezt fizess ki, vagy elállhatsz a utalástól, és visszaadjuk a pénzelet, ő ezt csinálta. Csak közben maga a bírság nem erről szól. Az csak nyilván a magyar kormány és a kommunikációja teljesen eltért attól, mint ami a végén a bírság lett, és a Ryanair ebben a válaszában sem arra reagál, ami a bírság alapja, ami alapján kiszabták, hanem a kommunikációra reagált kommunikációval a bírságot. Nyilván rájöttek, hogy nem állna meg, vagy valószínű. Hát ez egy jó kérdés, hogy vagy ennyire rafkósak voltak már el, hogy eleve ezért alakították úgy a szabályt, hogy alapvetően az adó alanya, az új utas adó alanya, az nem a légitársaság, hanem a földi kiszolgáló, akik lemecselik egymással. De most ugye azt mondják, és az volt a bírság indoklása, hogy ők nem is értik. Hát
áthárítja a semmit, nem is ő fizeti. Akkor ő mit hárít át? Költséget hárít, tehát azt meg nem háríthat. Hát az adó, hát azt nem a légitársaság fizeti, a papíron valóban a földi kiszolgáló, aki egyből tovább számláz a légitársaságnak. Innentől kezdve ez egyszerű jogászkodás, jogi kérdés, bíróság el fogja dönteni, hogy ezzel a trükkel akkor meg lehetett-e fogni a Ryanair-t, vagy nem. Minden esetre a Ryanair, mintha még nem vette volna észre, és bele szalad ebbe a trükkbe, továbbra is úgy kommunikál, mintha az áthárítás miatt. Hát mondott olyat az O'Leary, hogy előbb olvasta a sajtóban, mint hogy ők az egy másik volna. Vonal, igen. Igen. Akkor lehet, hogy előbb nyilatkozott, mint hogy olvasta volna. Hát azt kifogásolta, hogy a miniszter hamarabb jelentette be, mint hogy őket értesítették volna róla. Hát úgy tűnik, nincs tisztában a magyarországi viszonyokkal. Nyilván ez euró. Ez tőlünk nyugatabbra meglepő, hogy így történik, hát mi, nekünk már a szemünk serebben. Tehát ez itt most így megy már jó pár éve. Na, minden esetre itt ennyi van. Az, hogy a Wizzair ellen is vizsgálat indult, az azért érdekes, mert voltak, nagyon sok kérdést kaptam egyébként, én is kellett is erről egy válaszcikket írni, hogy nem azért szivatják a Ryanair-t, hogy a Wizzairnek csináljanak helyet, mert a Wizzairrel meg jó a kapcsolat. Hát erre most egy csattanós válasz, persze meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Wizzairnek a késései miatt sok ügyben kifogásolták az ügyfelek, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást. Erre vonatkozóan egy uniós jogszabály alapján vizsgálódik a magyar hatóság, tehát elvileg a Wizzairnek is meg lesz a lehetősége, hogy ezt vitassa. Minden esetre a ügy meg nagy visszhangja Magyarországon ennek az egésznek azért van, mert a Ryanair egy különleges cég abból a szempontból, hogy teljesen más, hogy kommunikál, mint egy átlagos cég. Nagyjából a céges kommunikációnak megvannak a szabálya, amit tanítanak, csinálják, hogy kell, és a Ryanair ezt teljesen fölrúgva, a saját feje után harsányan, bárkit a vérbe elküldve, kormánytól, utasokon, beszállítókon keresztül bárkit kommunikál, mert ő teljesen más, hogy csinálja ezt. Ő megteheti, olyan sikeres modellt épített föl, hogy ezzel együtt, vagy akár éppen emiatt is szerintük, hogy ez is nekik jó reklám, tud másképpen kommunikálni, és mindenkinek visszaszólni, és mindenkit elküldeni, hogyha éppen az érdeke úgy kívánja. Időként túl is tolja, tehát akkor is így kommunikál, amikor mondjuk már nem is annyira lenne indokolt. A Wizzair meg az átlagos céges, jóban vagyunk mindenkivel, nem merünk visszaszólni, stb. Kommunikáció tűzi. Ezzel együtt ugye van viszony a magyar kormány, a magyar kormánynak kell jóvá hagyni a külföldi jártakot. A Ryanair Budapestről csodálkoznék, hogyha kapna lehetőséget Szaúd-Arábiába repülni, egy csomó keleti útvonal a Wizzairnek, ami kormányzati, vagy egy magyar állami jóváhagyástól függ, de hát ugye az sok minden nem megy itt a kormány tudta nélkül, voltak kormányzati megbízásai, ezért vannak ezek a folyamatos spekulációk, hogy a Wizzair valamilyen szinten jól fekszik, és lehet ilyesmi, ezt ők folyamatosan tagadják, és semmi nem is bizonyítja egyébként, hogyha valaki, ha az állam, a magyar állam akar hozatni a járvány idején bármit Kínából, akkor kézenfekvő, hogy a helyi céget, helyi nagy céget, akinek van szabad kapacitása, kéri meg, tehát ebbe önmagában semmi meglepő nem lenne. De voltak, de kétségkívül elég jó megkapja a megfelelő utakat, jóváhagyásokat a Wizzair Magyarországon, tehát megfelelő, normális kapcsolat biztos, hogy van, mert anélkül nem is tudna itt rendesen működni, mármint ami az unión kívüli útvonalakat illeti. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Eléggé gumiszabály ez, tehát tény, hogy a Wizzair későn küld információkat, de hogy mi minősül későnek, mi az elvárható, hát ezt már te se hogy ítéled meg. A szabály annyi, hogy tájékoztatást kell adni, meg haza kell szállítani a utasokat, meg ellátást kell adni, és ha a Wizzair ezzel azt mondja, hogy küldtem egy e-mailt, hogy sajnos old meg magadnak, mert nincsen szabad szállás, ezzel most teljesítette ezt, vagy nem. De vagy itt van ez a MLD-as ügyfélszolgálat kérdése, ami a Wizzairnél 10-15 éve működik. Erre hivatkozva indítani vizsgálatot, az olyan furcsa, mert ebben az ég a világon semmi új nincsen, ezt már sokan sokszor beparaszolták, és mégis most ebben az indoklásban szerepel, hogy vizsgálják. Meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye. Ennyi a háttere. No, jöjjenek a feles hírek, addig hát a magához tér a hallgatóság a ámulatból. 0-30-20-10-9-0-9 lehet még kérdezni a fapados gurutól. Ácsiz in the air, a millás reggeli repülési és